36 évesen a szezon végén visszavonul Petr Cseh, az Arsenal futballkapusa, 124-szeres cseh válogatott, a Chelsea színeiben BL győztes legenda. Ennek apropóján beszélgetünk egy Angliában védő fiatal magyarral. Gyolai Daniel 2013 óta a Stoke City játékosa, az U23-asok kapujában áll jelenleg. Őt kapcsoljuk. Szia Dani, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt! Kezdjük ott, hogy az angol bajnokságban, vegyük a Premier League-et, számodra jelen pillanatban most hogy néz ki a kapusok rangsora? Tehát mondjuk vegyük azt, hogy 3-4 legjobb kapus ebben a szezonban szerinted. Ebben a szezonban teljesítmény alapján De Gea-t kell, hogy kiemeljem, viszont ha a kapott gólok számát nézzük, akkor Liverpool Alissonját mondhatnánk elsőnek, mivel 22 meccsen úgy emlékszem 8 gólt kapott, amit nagyon régen nem látott a liga, ilyen kevés gólt kapni 22 meccs alatt. És a harmadik helyre pedig úgy gondolom, hogy a Manchester City-nek az Edersonját raknám be, mivel az egész csapatjáték róla tőle kezdődik, és csak emiatt lehetett bajnok a City tavaly, mert rajta keresztül építik fel az összes támadást, kint van a 16-osán kívül, amikor nincs náluk a labda is, amikor jön hosszú labda, kint van, úgyhogy ő egy modern kapusnak a legjobb példája. Értem, tehát Ederson-ra mondod azt, hogy a modern kapus felfogásnak talán a legjobb példája ezek közül, de Hánnál megláthattuk legutóbb is, hogy milyen elképesztő bravúrokkal dolgozott és hozta gyakorlatilag ő a Spurs ellen a United győzelmét, igaz? Így is van, igen, ezért is emeltem ki De Gea-t, mert az utóbbi két szezonban talán három olyan meccs volt, amikor több mint 10 védést mutatott be egy mérkőzésen, amit nagyon-nagyon-nagyon kevésszer lehet elmondani kapusra, úgyhogy ez egy óriási teljesítmény volt, és megint megmutatta, hogy miért áll a Manchester United kapujában. Ebben a mezőnyben milyen speciális helyzete van egy ilyen régóta csúcson lévő legendának, mint Petr Cseh? Úgy érzem, hogy nagyon sokat változott a kapusposzt az utóbbi 2-3 évben is, nemhogy ráadásul az utóbbi 10-15 évben, amióta ő a Premier League-ben játszik. Úgyhogy nagyon sok fiatal, kisebb, ruganyos kapus jött be a ligába, pedig 15 éve még annyit vártak el egy angol kapustól, hogy legyen 195 centi, kijöjjön beadásokra, és tudjon ott nagyot rúgni a labdába. Most már pedig szinte egy középpályásnak meglevő fizikai és technikai képességekkel el kell, hogy legyen látva. Úgy kell tudjon passzolni, mint hogyha az ellenfél térfelén játszol, nem pedig a saját kapuja előtt. És ugye nem utolsó sorban meg tudnia kell kiszaladgálni 20-30 méterre is, hogy szereljen, elvegye a csatától a labdát. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokat változott az elvárás. De úgy érzem, hogy Petr Cseh viszonylag nagyon jól tartotta magát, és még a tavalyi szezonban is azt mondhatjuk, hogy elég nagyon-nagyon jó meccseket tudott játszani az Arsenal színeiben, akik most ugye leigazolták Lenót, és sajnos úgy érzem, hogy a Lenónak a képességei miatt is döntött úgy a Cseh, hogy nem akar tovább küszködni a következő szezontól. Igen, na de most az a helyzet, hogy miután a kapusposzton is felgyorsultak a dolgok, általában is felgyorsul és lerövidülnek az idők, amíg valakire számítanak, és ilyen módon 36 évesen csúcs szinten védeni, az egy óriási teljesítmény. Mik azok az erények, amik mégiscsak Petr Cseh ennyi ideig az élvonalban tartották, és sokáig a világ legjobb kapusai közé helyezték? John Terry-től láttam egy olyan interjút, hogy azt mondta, hogy a Cseh utál úgy védeni, úgy meccset játszani, úgy edzeni, hogy a kapujában labda volt. Szóval edzés közben is, amikor 20 labda, 30 labda kint van a pályán, és gyors kis játékokat játszanak, akkor is ő megállította a meccset, és azt mondta, hogy várjatok, én úgy nem játszok, ameddig a kapumban labda van. Szóval már itt kezdődött az, hogy ő neki mindenféleképpen arról szólt a játék, hogy ne kapjon gólt. Egy kapus utál gólt kapni. És nála már még edzésen se lehetett a kapuban labda.
akkor 36 évesen ugye a test sajnos kezd elengedni, és nem úgy dolgozik, nem úgy működik, ahogy 10 évvel ezelőtt még csinálta volna. Úgyhogy szerintem óriási profizmus kell ahhoz, hogy mindig le legyen nyújtva, be legyen melegítve, nehogy sérülés legyen. Ugye Petričekről azt lehet tudni, szerintem nagyon-nagyon kevés sérülése volt, ugye azon kívül, amikor sajnos fejbe találták, és ez amiatt van, hogy minden nap, minden reggel, edzés előtt, edzés után ott van időben, bemelegít, lenyújtja az izmokat, bemelegíti a csípőt, a térdet, a vállakat, mindent, és szerintem emiatt tudott ilyen sokáig megmaradni és a csúcson teljesíteni. Sokféle habitusú, karakterű, idegrendszerű ember és kapus is van ennek megfelelően. Ilyen szempontból a nyugodtsági skálán neked Petrček milyen típusú hálóőr volt? Vagy hát nem volt, hanem még most is. Szerintem lehet mondani, hogy az egyik legnyugodtabb kapus, akit valaha láttam. Nagyon kevésszer lehet látni, hogy ő reagál, hogy ő ideges, hogy ő ordítozik valakivel. Megmondja, amelyik játékosának kell információ, azt kiordítja, de azon kívül nem lehet látni idegesként, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon nyugodt ember, és amit a többi kapustól hallottam, mindenki azt mondta, hogy nagyon-nagyon normális, nagyon jó ember a pályán kívül is, nem csak a pályán, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sokan példát vehetnek róla. Dani, neked egyébként vannak kapus példaképeid, aktuális etalonjaid? Aktuális, azt mondanám, hogy De Gea, de a cseh idejéből nekem a Van der Sar nagyon-nagyon tetszett a Manchester United-től, és talán ő volt az első kapus példaképem, de persze cseh is ott volt Van der Sar mögött szerintem egyből, és ők voltak azok, akiket először úgy néztem, és csodáltam, hogy kapusként milyen dolgokat műveltek. És azt mondják, hogy mit lehet tanulni Jack Butlentől vagy Shay Givontől? Shay Givontől tanultam nagyon sokat olyan szempontból, amit Jackre is valószínűleg igaz, hogy minden egyes szett után, amikor dolgozott, egy 2 percet dolgozott, fogta a labdát, vetődött, felállt, egyből ment nyújtani. Ugye ő még 40 évesen velünk a Stoke City-nél volt, és nagyon sokat segített neki az, hogy mindig nyújtott, mindig nyújtotta a hátát, a vállát, a lábait, nehogy meghúzódjon, nehogy a háta beálljon, nehogy valami történjen edzés közben. Ugye ennek teljesen az ellentétje a Butland, aki 10-20 percig repkedett jobbra-balra, ugye 23-4-5 évesen sokkal-sokkal jobban engedi a test ezt, mint 39-40 évesen, ami a ségében volt. Úgyhogy a Butlandtől pedig azt tanultam, hogy ő az a fajta, aki egyszerűbben elveszti a fejét, de ő is megtanulta, hogy hogyan kell kontrollálni az érzelmeit, és ő is tudja, hogy néha nem ér semmit az, hogy ordítozik a saját védőivel, a saját támadóival, hát akkor a támadók meg a védők fogják elfordulnak, és csak csinálják ugyanúgy azt, amit akarnak, úgyhogy néha más módszerrel kell elérni azt, hogy azt csinálják, amit kérünk tőlük. Igen, jó az ordítás, csak megfelelő pillanatokban is, ne túl sokat, az ütemérzék fontos dolog. Nyáron a Stoke City kiesett az élvonalból, ez paradox módon javítja majd a te lehetőségeidet arra, hogy az első csapatba kerüljél a felnőttekhez? Mondhatjuk azt, hogy igen, és mondhatjuk azt, hogy nem is. Ugye így most még nagyobb nyomás van a csapaton, hogy teljesítsenek, és egyből visszakerüljenek a Premier League-be. Ugye ez volt a reális cél, ezt tűzte ki a tulajdonos is, az edző is, az új menedzser is, aki bejött, ő is azt tűzte ki persze célul, hogy mindenféleképpen vissza akarnak kerülni a Premier League-be. Úgyhogy emiatt akkora nyomás van rajtunk, hogy úgy érzem, hogy lehet, hogy talán még egy kicsit kevesebb is a lehetőség arra, hogy én bemutatkozzak, hogy esetleg egy pár meccsen tudjak játszani. Úgyhogy az utolsó 6 hónapomban vagyok most már a szerződésemnek, ugye folynak a tárgyalások, hogy mi lesz, hogy lesz, mi a jövő, merre, hogyan tovább. Úgyhogy erről még nem tudok én se sokat, nem is mondhatok sokat, de meglátjuk. Szerintem a következő pár héten belül szépen el fog dőlni, hogy én is mi a sorsom, mi a kilátás a következő pár hónapra. Megyek-e kölcsönbe, vagy maradok-e, aztán, hogy kapok-e egy új szerződést a nyártól,
az pedig attól függ, hogy eddig hogyan teljesítettem, amire szerencsére nem volt gond. Úgyhogy pozitív vagyok, de nem akarok ugye semmibe még belemenni. Majd látjuk, hogy alakulnak a dolgok. Mi pedig figyelni fogjuk, és jó döntést kívánunk neked. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Én is köszönöm szépen, sziasztok!